Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Huszai Patrik, az MSZP elnökségi tagja a fiatalok révén. Révén? Révén. Hát szép jó reggelt kívánok! Mi újság, hogyan készülnek a helyhatósági választásokra, például a fiatalok, meg természetesen itt van az európai parlamenti választások is. Hát, hogy hogyan készülünk? Úgyhogy gyakorlatilag mindenhol, ahol csak tudunk, vannak fiatal MSZP-s tagjaink, és ott egyébként indítjuk őket a helyhatósági választáson. Több korábbi 2019-es választáson több helyen is egyébként nyertek MSZP-s képviselők, akik fiatalok. Ők újra szeretnének indulni, és képviselni szeretnék a helyi lakosokat, velük már kialakítottak egy jó viszonyt, és végre egy... Ugyanakkor országszerte vannak nagyon sok helyen, ahol a koalíciók nyekeregnek. Az lehet, ettől függetlenül az MSZP-s képviselők, a fiatal képviselők és nem fiatal képviselők is természetesen kapcsolatban vannak a választókkal, annak érdekében, hogy a választók akaratát annak érvényt szerezzenek. Az MSZP ifjúsági pártja mennyire járja az országot, a vidéket? Hát rendszeresen. Mert azt szokták mondani, hogy önök nem egy fővárosi párt csak. Hát így van, egyébként akárcsak az MSZP-nek, a Societasnak és az ifjúsági tagozatnak is vannak vidéken szervezetei, alapszervezetei, és egyébként oda rendszeresen járunk, sőt, valahogy többször más helyeken találkozunk, egész országból odautaznak egy adott városba, vagy tópartra esetleg, múltkor az EFOTON voltunk együtt, az ország több pontjáról érkeztek Societasos fiatalok, ugye a Societas ifjúsági szervezet. Hát nem ezt mondanám feltétlenül, hogy bulisztunk, de kétségtelen, hogy bulisztunk, hát fiatalok is vagyunk. De többnyire próbáltuk megismertetni magunkat az EFOTON kempingező fiatalokkal, akiknek csak ez... Mennyire nagy sikerrel? Hát többnyire sikerrel. Hát természetesen akik odaérkeztek a civil térre, azok megismerhettek minket és érdeklődtek, és akkor így beszélgettünk velük, és megismerték a saját programunkat, és fura, hogy meglepődésükre... Azt csak azt veszik észre, hogy egyébként tökre egyezik az álláspontunk, és hogy nem is értik, hogy miért nem jutunk el hozzájuk. Mi mindent persze megteszünk, csak hát nagyon nehéz eljutni a választókhoz a mai média környezetbe, de teljesen mértékben... Két héten belül másodszorra venni itt. Hát, mert önök jó fejek. Nem, hanem mert mi szeretnénk bemutatni a következő generációt, hisz ugyan a parlamentben szükség van a bölcs élettapasztalattal rendelkezőkre is, de a következő nemzedékekre is. Mennyire engedik a párton belül nyomulni önöket, mind a fiatalokat? Teljes mértékben. De hát olyan, hát nálunk a Magyar Szocialista Pártnál mindig is létezett az a dolog, hogy a generációk átadják a következő generációnak a stafétabotot, hogy akkor ők vezessék a pártot, és a friss, progresszív gondolatokat így engedik, hogy beépnek a pártban, és nem egy leragadt, betokosodott párt így az MSZP, hanem mindig progresszív gondolatokkal. Mégis akkor miért inkább mindenhol a Fidelitest látom, és önöket kevésbé? Hát mi nem kaptunk például az AHIT-tól 35 millió forintnyi támogatást, hogy finanszírozzuk a hirdetésünket. Nincs olyan rendelkezésre álló forrásunk, ráadásul főleg úgy, hogy aztán mégis akarják büntetni a pártot, tehát nem olyan egyszerű értelemszerűen forrást szerezni, de mi mindent megteszünk, és az aktivisták eljuttatják üzeneteinket úgy, hogy konkrétan szájról szájra próbálják terjeszteni azt, amit mi képviselünk. Értem, vannak felmérések, amik arról beszélnek, hogy nehezen fogja a párt egyáltalán, ha ma lennének a választások, a küszöböt megugrani. Ez eljut a fiatalokhoz is, ez a felmérések? Hát melyik a szociétászos fiatalokról beszélünk, vagy a választópolgár fiatalokról? A választópolgárokról, meg a szociétászos, mind a kettőhöz. Tulajdonképpen persze, hogy eljut a szociétászos fiatalokhoz. Mi is mindig beszélgetünk róla, hogy hol áll éppen a párt, hogy milyen eredményeket sikerült elérni, ezeket elemezzük, és aztán próbáljuk újra feldolgozni, vagy esetleg átalakítani a kampányainkat. De természetesen szembesülünk mi is ezzel a kérdéssel, és igyekszünk minél jobb eredményeket elérni. Ha most nagyon rámenős lennék, és azt mondanám, hogy soroljon föl nekem a
pártjából 9 képviselőt, aki a parlamentben ül. Nem kérem, de tudnám. Mind a 10-et. Mit remél, mi lesz az országgyűlési választásokon? Sikerül ennek a történelmi pártnak magához térni, illetve tudja, hogy mit kéne ahhoz tenni, hogy ha nem is a régi nagyságához, még a bukás előtt, hanem hogy mégis ők legyenek az ellenzéknek a vezérei. Hát nézze, nekünk van egy komoly kapcsolatunk az európai és a világ más szocialista és szociáldemokrata pártjaival. Nekünk nincsen szavazati jogok a választásban. Ez kétségtelen, de nyilván olyan modelleket próbálunk létrehozni velük együtt, mint amit most is ugye a skandináv modellt például láthatjuk, a szociáldemokrata jóléti modellt, ami nekünk egy víziónká vált, és szeretnénk megvalósítani azt, amit biztosít. Megvalósítani egy új párt is, két szocialista elnökkel és alelnökkel is, a Szocdem párt. Jó. Igazából... Éppen itt volt ma dr. Szakács László az alelnökük. Értem. Tulajdonképpen örülök neki, hogy... Mester Házi Attila az... elnökkel, tulajdonképpen abszolút baloldalak és igazi szocdemek. Akárcsak mi. De nem értem egyébként természetesen, hogy miért léptek ki, de azt gondolom, hogy... Ezen a következő kérdésem. Egy párt, aki nem tudja a sajátjait bent tartani, hanem elmennek, az hogy várja el, hogy új fiatalok jöjjenek és megerősítsék őket? Mert a kérdés biztos önök is fölteszik, amit én feltettem, hogy miért nem tudták Szanyi Tibort megtartani. Hát ezek annyira húzó nevek, hogy új pártot is tudnak alakítani, és tudnak indulni a választásokon, azt még nem tudjuk, hogy milyen eredménnyel, de feltehetően tudják, hogy mire képesek, hogy mit ér a nevük. Természetesen meg lehet próbálni egy másik pártban azt elérni, amit ők szeretnének, ugyanazt, amit egyébként mi. De azt gondolom, hogy jelen pillanatban a magyar politikában pont nem arra van szükség, hogy egy másik pártba próbálkozzunk meg, és aztán még jobban szalámizzuk le az ellenzéket. Magyarországon az MSZP az, aki képviseli a szociáldemokrata elveket. A DK is azt állítja, hogy ők. Hát állítja, ennek ellenére egyébként nem feltétlen ezt látni. Ők inkább egy liberálisabb, vagy szociálliberálisabb vonalon vannak rajta, mindannak ellenére, hogy csak azt kimondják, hogy ők szociáldemokraták. Az, amit mondanak, az nem feltétlen csak szociáldemokrata, hanem liberális. Ön tényleg talán koraféget sem tehet arról, ami történt az előző választásokon. Önök, mint a párt fiatal csapatai levonták a konzekvenciát, hogy mit csináltak rosszul az előző választásokon? Hát természetesen mi is szembesültünk a problémákkal. Tehát, hogy itt láttuk azt, hogy egy választást elveszítettünk, nem nyertünk meg, de kétségtelen, hogy egyébként van 2 millió választópolgár, aki másképp gondolkozik, mint a jelenlegi kormánypárt, akiket nem lehet semmibe venni, és figyelni kell az ő akarataikat is. Ha külön-külön indultak volna, több mint 2 millió polgár szavazott volna külön-külön ezekre az ellenzéki pártokra. Ettől függetlenül létezik ez az embermennyiség, akik nem azonosan gondolkoznak a Fidesszel és a KDNP-vel, és szeretnének egy másik Magyarországot, és azt a másik Magyarországot mi a szociáldemokrata jóléti modellel szeretnénk elhozni. Hát akkor elképzelhető, hogy a következő választáson nem csak a Jobbikkal, hanem a Mi Hazánkkal is összefeküdnek? Biztos, hogy nem. Hát a Mi Hazánk az egyértelműen egy náci párt. Ez az ön véleménye, én csak radikálisnak tartom őket, különben nem foglalkozom velük. Én azokat az embereket, akik... Nem a vendégeim. Én azokat az embereket, akik megcsúfolják az emberi méltóságot, könyveket darálnak, és ellene vannak honfitársainknak, mert egyébként ők mondjuk LMBTQ emberek, szerintem azok igenis mondható rájuk, hogy nácik és nem radikálisok. LMBTQ embereknek is joguk van azt csinálni, amit akarnak, ha otthon a hálószobájukba csinálják. Ez mindenkinek a joga, a lényeg az, hogy elmúljon 18 ahhoz viszont éves. Senkinek nincs joga, hogy emberi méltóságot megtiporja. Emberek, igaz emberek nem is csinálnak ilyet. Márpedig a Mi Hazánknál megtették. És mi van a Jobbikkal? Hát a Jobbik nyilván összefogott vele egyébként az ellenzék akkor, amikor összefogott. Most úgy látszik észre, hogy visszafele indult ebbe a konzervatív irányba. Ön hisz még a gyermekmesékbe? Miben? A gyermekmesékbe. Ha valaki valaha egy radikális volt, akkor lehet ebből még igaz ember?
Szokták mondani, hogy a kutyában nem lesz szalonna. Én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten igaz is. Vannak olyan jobbikosok, akiket ismerek, és ők nem, egyáltalán nem tudják képviselni azokat. Akkor most engedje meg, hogy arra kérjem, hogy maradjon velünk, és nézze végig a következő vendéggel a beszélgetést. Érkezik egy igazi hölgy, egy Bán Teodora, egy prima balerina, aki már rég nem a színpadon, mint táncos, hanem a Margit-szigeti Szabadtéri Színháznak az igazgatónője. Hogy lehet kultúrát csinálni úgy, hogy nem a politikával, hanem a kultúrával foglalkozik. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában, nem volt ez szűk, ez pontosan 17 perc volt, egy ifjú titán, Pusztai Patrik volt a vendégünk, és bízom benne, hogy a többi fiatal és a többi pártokból is lassan kezd érkezni, hogy megnézzük, hogy mi a jövőnk, mert ők a mi jövőnk. Most még pártállás nélkül rajta fiatalok, mutatkozzatok be, mi megadjuk a lehetőséget. Nem csak azért, mert nyár van, hanem egyáltalán, mert tudjuk, hogy szeretnénk tudni, hogy mi lesz a jövőnk, és egy-egy ilyen beszélgetésből kiderülhet, hogy mire képesek a fiatalok. Köszönöm, hogy itt voltál, és visszavárunk. Érkezik akkor az előzetesek után, Bán Teodora, tartsanak velünk!